Szombaton meglepetésre verte a macot, hétfőn ezek után már esélyesként várta a táblázaton mögötte található Dunaújvárost a Titánok csapata. A Fejér megyei rangadón Kóger Balázs lett az első harmad főszereplője, aki a 15. percben előbb saját kapuja előtt szerelt nagyszerűen, zicserbe mentve ezzel, majd azzal a lendülettel megindult előre, és a másik kapunál is remekül feltalálta magát, saját kipattanóját pofozta be, ezzel vezetés szerezve a hazaiaknak. A második harmad közepén emberelőnyben játszva duplázta meg gólelőnyét a titánok. Dudkin átadásából Ambrus Csongor lőtt nagy gólt Krajcsovics kapujába. A fehérvári csatár még ebben a harmadban a 38. percben Lundintól is kapott egy olyan paszt, amit nem volt gond értékesítenie. Így a második szünetre már három gólos előnyel mehetett Anatoli Bogdanov csapata. A hajrában ezt tartotta, sőt az 54. percben még újabb góllal növelte is a fehérvár. Lundin ezúttal befejezőként jeleskedett Krásznyicsán passza után. 4-0-ra győzött, ezzel egy év után nyert ismét Zsinórban két meccset a titánok, amivel már öt ponttal előzi az acélbikákat a táblázaton, vagyis van esélye a tízben végezni az Erzteliga alapszakaszában.